az én szívemet mindenképpen megnyerte a fádú, mint műfaj már tavaly, amikor ugye azt mondták mondani, az új generációs, tehát a Amália Rodriguez utáni fiatal lisszaboni fádú énekeseknél van egy szőke nagyon nagy királynő, meg egy fekete nagyon nagy királynő, és ezeket sorba vették, a fekete volt tavaly, ugye Anamo úrral, nagyon más fókusszal csinálja egyébként szerintem a fádút, mint a most fellépett Mariza, a szőke királynő. Aki ennek a műfajnak a rajongója, mert azért fádút úgy lehet látni, hogy vagy az ember elmegy Portugáliába, ami azért egy költséges mulatság, meg hát nem mindenki engedheti meg magának, vagy azon pár pillanatot, amikor fádú énekesek Magyarországon érkeznek, arra pár helyre, ahol ilyet befogadnak, oda elmegy. Egyébként ez a spanyol koncerten is, a Soler koncerten is megdöbbentő volt, hogy ennyien azért nem tudnak spanyolul, mint amennyien énekelték. Tehát, hogy a számokat tudó közönség, vagy éneklő közönség, és ez az Aznál is látszott, és ez volt a Marizánál is, hogy portugálul énekelték a számait. Tehát ez egy nagyon fekete öves közönség volt. Személyesen egy kedves nőről van szó, de egyébként amilyen a színpadon, olyan a valóságban is. Tehát nincs különbség a beszédmódjában, a stílusában, ugyanazt a nőt lehet találni bent az öltözőben is koncerten, mint a koncert után, mint a színpadon. Mert nagyon sokan így átváltoznak valami mássá. Ő nem, de ugyanaz.